Na sziasztok, azt mondja, hogy Gergely Fatrai és Varga Márk Tamásnak megígértem, hogy felveszem a videónak az útszakaszát, hogy Ellenblock, hogy feltöltöm, és ugye írtak nekem kritikát, van benne igazság, alá is írom, Isten igazából mindenki olyan, amilyen, mindenkinek megvan a maga hibája, valaki felvállalja a hibáját, meg leplezi a hibáit, valaki meg úgy van vele, hogy adja magát. De tegnap nem az volt, hogy én ott nagyon szépen, meg a nagyon frankon vagy akármi, én csak úgy elmentem gurulni, fölvettem. Volt egy olyan dolog, amivel kapcsolatban üzenetet szerettem volna adni. Az olyanoknak, akiknek még annyi motorozási tudása sincsen esetleg, mint nekem, vagy legalábbis annyi józan esze sincs, hogy legalább betartson legalább között szabályokat. Tehát az, hogy a záróvonalat átlépted meg ilyesmit, persze, záróvonalat átlépted. Ugye ott meg volt vágva a videó, a másik volt az, hogy nem örül a motoron, tehát jól azt néz ki az út, de vannak benne azért a kanyarilen belül színegyenletlenségek, ahol megugózik a motor. Oké, persze, következhetnének ezeket az enyhe kanyarokba itt a díveket, hogy szépen középen menjek, hogy valami. Az egyértelmű, hogy nem beláthatom kanyarba. Nem fogok átmenni a másik oldalra, az emberélő távba, hogy beugrózik teljesen a felező vonal. Hát nem tudom, hogy jön-e valami, a busz jön, átlóg-e, vagy egy ilyen kamion, és esetleg összecsapom magam. Tehát, ez logikus, de például ott, ahol belátom, és kacskoringozik jobbra-balra az út, és belátom, hogy tényleg senki nem jön, akkor szerintem nem egy akkora nagy bűn, hogy mondjuk kicsit kiegyenesítem a kanyar. Úgyis általában azt szokás mondani, vagy azt szokták mondani, hogy az a legjobb, ha az ember a legnagyobb kanyarévet választja meg magára. És hát, hogyha azt veszük, akkor abban benne van az is. Hogy a legnagyobb kanyarévet elérje, hogy megvágja a kanyart. De az előbb elmondtam, a belátható. Hát nem okoskodás, vagy valami, persze tudom, hogy ezt látok különi ennek, vagy sem tudod. Én beszéltem, hogy nem szabály, hogy nem te vagy ott, nem te érzed, nem te érzékel. A másik meg az, hogy például ennél a kanyarnál nem kell szánt szándékkal letennem a lábon, nem kell nagy tempó. Egy évűnek néz ki a kanyar, de még kiegészen egy évű. Ne érjen a lábkartóra, a rossz névre rámondnak. A bakancsomnak az óra. A másik meg az, hogy változik a kanyarnak az íve is. Mert középső jobban rád. Nagy! Látok, amit kértetek, hogy legyen föl mellett blokk az egész útszakasz, megtettem, fel is fogom tölteni, és oda is fogom igazítani. Tehát Isten igazából egy olyan tempóval jöttem fel, ami ezen az úton úgymond az ideális és az optimális. Ennyi. Sziasztok! És hogy teljes legyen a kép az útszakaszról, most
visszafelének és lemegyünk rajta. Hogy még teljesebb képet kapjunk róla, hogy közlöm, hogy már most lent van megint a cipőm óra. Hát olyan ez a kanyar. Itt nem mentem nagy tempóval, hogy nem az volt balta. Gondolom én. Hát biztos, hogy erre majd megint kapok kritikát. Meg igen, behúzódok ide, mert minek menjek ki oda kívülre, mikor senki nem zavart a szemben. Hozzátélem, mert úgy, mint az állat, meg becsapjuk érkezik, meg üzé a kanyar előtt. Igen, van az is. Arról nekem is megvan a véleményem. Én úgy vagyok arra, hogy felveszek egy tempót, és akkor azt a tempót próbálom meg tartani. Lehetőleg nem csinálok nagy végkétezést. De, ha megnézitek, akkor érdekes módon, a sok ilyen autót is, ami sokkal szélesebb, behúzza, az levágja, az ilyesmi a kanyarokat. Tehát... Mi például ott az a Turánok is. Nem tudom, nézzétek a Turánok az belsőre, mit tartom, ott ők mindenhova beúszkodja, levágja. Ez is egyfajta stílus. Yeah.